Székesfehérváron a Szent István Művelődési Ház adott otthont Schramm András fotoművész Indián portrék című kiállításának. A több mint negyed százada a tengeren túlon élő alkotó azt a fotósorozatát hozta el városunkba, amely az észak-amerikai és a kanadai indián őslakosság reprezentáns személyiségeit, környezetét, tájait mutatja be. A különleges spirituális világ lakói ma is hiteles képviselői a valaha voltnak, mindannak, amit kulturális hagyományaikból megőriztek a mának. Ez egy misszió is, hiszen a portrék ugye azért minden ember olyan, hogy először talán egy kicsit meg kell győzni arról, hogy mi az, amit az ember akar. Egy jó indulatot, az, hogy amit én vissza akarok nekik adni, az ő nekik tényleg meg fogja őrizni az ő ugye történelmüket, a szépségüket, azt a magasztosságot, amit még gyerekkoromban is ugye az ember látta, azt a bátorságot, azt a hihetetlen erőt, amit az ember látott gyerekkorában. Úgyhogy beletellett egy kis idő, hogy velük ezt meg tudjam osztani, és amikor már meglátták a képeket, akkor onnantól kezdve egy kicsit könnyebb volt velük dolgozni. Schramm András meghívására a magyarországi bemutatóra elkísérte az alkotót az Észak-Kanada bozótos és sarkvidéki régióiban élő első őslakos nép, a denetörzs varázslatos hölgytagja Karabik Plum is, aki elmondta, megerősítést nyújt számukra, hogy egy ilyen fotósorozaton mutathatják meg népeik történetét. Ezek a képek mutatják be hitelesen népünket, és az, hogy ezt én elkísértem Európába, az azért történt, mert szerettük volna személyesen is elmondani, hogy a különböző törzsek otthonai, meghatározó személyiségei hitelesen szerepelnek a fotókon. Mi a saját kultúránkban, a törzsi szokásainkban élve fontosnak tartjuk, hogy ezt Európában is megismerjék. A tárlat a jelenlét és a felemelő pillanatok összessége. Évszázados hagyománytisztelet megerősítés a 21. század embereinek, mindazoknak, akik a különleges kulturális hagyományokban bővelkedő népcsoportok kalandos, ugyanakkor a jelenben is élő történetét kívánják megismerni, kicsit másként.